A sikeres projekt apropóján köszöntötte az egybegyűlteket Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és a térség országgyűlési képviselője. A Vertical Group NRT részéről Ferenc Kornél, a cég részvényese nyilatkozott nekünk. Maga beruházás az 2,5 milliárdos értéket képvisel, ennek az 50%-a támogatásból valósult meg, másik fele önerőből és hitelből sikerült megvalósítanunk. Ennek jelentős része, mint 1,5 milliárd forint az infrastruktúra fejlesztésre fordítódott. Ez elsősorban gyártói tereket és kiszolgálói tereket jelent, és mintegy közel 1 milliárd forint értékben pedig a technológia került megvalósításra, ami plusz gépeket, plusz kapacitást jelent. A dolgozók szempontjából ez plusz 100 főt fog tudni eredményezni az elkövetkezendő 2 évben. Az 1970-ben alapított műanyagipari gyártással és összeszereléssel foglalkozó dombovári üzem a nagyszabású fejlesztésnek köszönhetően a jövőben stratégiai elképzeléseit valósíthatja meg. Nagyon régmúltú fröccsöntő műgépari üzem volt már korábban. Ennek az alapjaira építettük rá az elmúlt évtizedekben az újabb és újabb technológiákat, és amikor ez a pályázat megvalósult, elindult, akkor úgy döntöttünk, hogy nagygépes irányba fordulunk, ami a gép méretek tekintetében mindenképp egyedibb országos viszonylatban, és ennek a vevői körében is ebben nagy kereslet mutatkozik. Multinacionális cégeknek szállítunk, ezek elsősorban hűtőipari termékeket jelent, legkülönbözőbb hűtőgép alkatrészeket gyártjuk, hűtőgép belsőket gyártunk, de gyártunk jacuzzi alkatrészeket, és most már kisebb darabszámba autóipari gyártásba is részt tudunk venni, tehát bevezetés alatt van az autóipari szegmens megvalósítása. A gyártási kultúra az egy klasszikus bérgyártás volt itt, mi tovább léptünk ezen, és azt keressük, hogy minél nagyobb hozzáadott értéket tudjunk a termékekhez adni, ami azt jelenti, hogy gyártói kísérletekkel, előkészítésekkel, olyan mérnöki tudást igyekszünk koncentrálni az üzem területén, ami megfelelő biztonságot tud adni a vevők számára is. Mivel a Vertical Group NRT, tehát nyilvános részvénytársaság, ilyen tőzsdén jegyzett cégként egyébként is transzparensen minden információ kín van a honlapon, de a tavalyi évet a Vertical 12,5 milliárd forint forgalommal zárta, egy közel 900 millió forintos eredménnyel, és ma ezt az évet, 2024-et egy ilyen 20 milliárd forint környéki árbevételre satszoljuk és tervezzük. Nyilván ennek egy része a dombovári fejlesztésből fakad. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere elmondta, hogy miért fontosak az efféle beruházások a városban. Néhány éve elkezdődött ez a fejlesztés itt Dombováron, és 2022-ben volt az első kisebb léptékű. 2024-re elkészült egy több mint 2,5 milliárd forint értékű beruházás, amely az elmúlt időszak tekintetében, Dombár életében a legnagyobb léptékű. Ugyan egy picit irigykedve is néztünk a cégre, hogy ekkora fejlesztés végre tudott hajtani, de azt gondolom, hogy ez Dombár érdekét nagy mértékben szolgálja. Hiszen 2019-ben, amikor éppen zártak be a vállalkozások, szűntek meg, és nyilván mi most nem említenék neveket, azt követően kicsit szomorúak voltunk, de 2022-ben nekiálltunk bizakodni, és láttuk, hogy itt azért fognak még történni jó dolgok is. Az ünnepélyes köszöntőket követően egy részletes gyárlátogatáson vettünk részt, ahol betekintést kaptunk az alapanyag, az újrahasznosított műanyag sokrétű felhasználásába, hogy hogyan lesz az abból készült granulátumból tisztítás után például hűtőszekrény belső vagy szemetes kuka.